Kicsit visszatérve a siker könyveire, mind dolgozik most, mi lesz tehát akkor a következő, ami jó eséllyel indul sikerkönyvnek? Most a pornóiparról írok könyvet, és a holokauszt túlélőiről. Ez egy könyvben? Nem. Értettem a szintaktikai választást. A pornozásból, mint témából ugye két irányba lehet kijönni, vagy két dolog szokott kisülni belőle, akár ilyen interjúkban, akár a bulvársajtóban, akár mondjuk sikerkönyvekben. Hogy az egyik fele az az, hogy micsoda egy izgalmas, egy szaftos, egy szörnyű, és hogy mit tudtunk meg, és ezek csinálják, és azok csinálják. Én nem ebben indulok ki. A másik irány az az szokott lenni, ami végtelenül szomorú. Tehát amikor az emberi kiszolgáltatottságról van szó. Abból sem indulok ki. És akkor milyen irány lehet egyetlen még? Egyetlen irányból lehet kiindulni, hogy ez egy iparág. Óriási pénz, külföldi piacokra dolgoznak. Itt profi operatőrök dolgoznak. Most leteszem a nagy esküt, hogy itt a kollégái között szerintem, nem na, szerintem, ott az vigyorog, szerintem majdnem mindegyik dolgozott már filmben. A világosítók is biztos, hogy dolgoztak benne. Az egyik legismertebb világosító. Esetleg. Az egyik legismertebb világosító mesélte, hogy ő is végig dolgozta, aztán kirúgták, mert elaludt felvétel közben, és megégette a lány seggét a lámpával. De ettől eltekintve, tehát magyarán ez egy iparág. Két dolog érdekel engem. Miért éppen Magyarország az egyik vezető ország ebben? Mert azt hiszem az Egyesült Államok, Brazília és Magyarország, tehát ez a kis vacak ország, itt van ma két nagy, Brazília és az Egyesült Államok mögött. Tehát hogy ennek kialakult infrastruktúrája van, ez egy komoly iparág, nagy bevételekkel. A másik pedig az érdekel, hogy kik veszik ezt meg. Ugyanis ezek nem készülnének el. És hát a másik, ami döbbenetes, hogy az egész iszonyúan aberrált irányba ment el. Ezt nem én mondom. A maguk, a pornofilm készítők mondják, hogy már nekik is elegük van. Tehát szörnyű dolgok. Szóval már elképzelhetetlen, hát horrorisztikus. Kik ezek az emberek? Hiszen ők tartják el az iparágat, és ezek itt vannak köztünk. Ugye? Mondja, hajós úr, mire kíváncsi? Gassner és Rimmer főorvos elmeosztálya az ön könyve. Elolvastam belőle néhány részletet, ha nem haragszik meg, nem az egészet, de pótolni fogom, mert érdekfeszítőnek találtam. A fűszövegben találtam kettő mondatot, igen, és nehezen tudom értelmezni. Nem tudom, hogy hiba-e, vagy pedig jelenti azt, amire gondolok. Magyarország, ez a második bekezdés. Igen. Magyarországon körülbelül 600 ezer ember szenved agykárosodásban. A Lipóton egyebek mellett 40 hektár erdő, 12 épület, 600 fős személyzet, évi 4 milliárd forint segíti közülünk néhány ezer ember gyógyulását. Nem értem nyelvtanilag, ebből számomra az derül ki, mintha ön is az agykárosodottak közé tartozna. Vagy pedig lektorációs hiba, hát amit nézze, hát önnek nem szabadna ki, hagyni. Ha ez így van, ez nagy f***ság. De ez természetesen semmit nem volt le a könyvnek az értékéből, ilyen bakik becsúsznak mindenhova, csak mert én láttam önt is műsorban, hogy így kényes. Ez cikk, én a végét hogy nem néztem meg. Az igazság az, hogy ezt én írtam. Na de ettől függetlenül... Én is mutatkoztam már be Hájas Andrásként, ami hát ugye teljes... Ez nem számít. Attól függetlenül ez egy nagyon érdekes könyv, egy nagyon érdekes világról. Mondta már, na, légy. És van benne nagyon érdekes rész, a Rorschach-teszt. Látta, hogy lenéztem? Igen, csak rosszul mondta, az ért nem kell ejteni. Na, akkor hogy kell ejteni? Rorschach. Rorschach? Rorschach. Ez francia? Nem, ez egy német pszichiáter volt. Grafikus volt a papája, és a német diákok körében, meg Magyarországon is a 19. század közepén nagy divat volt, hogy papírra egy pacát ejtettek, ráhajtották, visszahajtották, és ki tudott a legérdekesebbet mondani, hogy a két pacából mit lát. Ezt a Rorschach tesztet kitöltötte, és hát van szerencséje szuperlatívuszokban nyilatkozni önmagáról, illetve a... Nem én, a pszichológus. Igen, csak ezt azt akartam megkérdezni, hogy az ember közre ad valamit. Én vállaltam, nem tudtam, hogy mi derül ki. Ennek nagyon komoly rizikója van, úgyhogy magának sem nagyon magában, hogy így megismertem, hát hogy belevágjon. Milyen meg fogjuk nézni, mert egyébként önről az derült ki ebben, hogy ön hát színes azt, hogy egyéniség... Azt, hogy
azt beszéltük meg, mert az én ötletem volt, hogy valami persze. akció is legyen. Mi hoztunk ilyeneket. Hogy igen, hát világos, nem jutott eszükbe. Hogy hozzunk hívunk ilyen... Hívunk a tanárról, csak nem fogunk gondolkodni. Hogy hozzunk ilyen teszttáblákat, ebből 12 van, de úgy látszik nem tel csak 3-ra. És a hajós úr értékeljen engem, de rájöttem, hogy érdekesebb volna, hogyha maga beszél, és akkor én értékelek, mert csak én értek hozzám. Az, hogy maga átfutotta, az szart se ér. Na, beszéljen róla, amit lát. Egyébként a kamera meg tudja mutatni? Vagy nem tudom, egy kicsit így kérdezem is. Nem gondoltunk mi semmire, azt mondtuk, bejön a havas, kész a műsor, hát nem kell gondolkodni többet. Hát látja, hogy megy. Nekem medence csont jut róla az eszembe. Tovább. Most akkor mi van? Ja, még többször kell mondani dolgokat? Isten áldja meg magától. Én most hát, ha elmondom, hogy elég jó, vagy jó, nem elég. Medence csont, gomba, atombomba felhő, de miért csak úgy nézzük, nézhetjük így is. Így nekem 2 darab balettos kislány, akik egy ilyen táncba részt vesznek. Ha így nézem, akkor egy ilyen medúza, amelyik megy a vízben előre. Hogyha jó, így nézem, egész ha jó. Így nézem, akkor... A következő pedig... hagyja be. A következő van, hogy vannak az úgynevezett vulgár válaszok. Tehát amit mindenki lát, vele a medencecsont. Ha valaki ezt nem mondja, az gyanús, mert túl okos akar lenni, értik? Tehát azt mondja, úgyis mindenki ezt mondaná, én nem mondom. Viszont volt bátor olyat mondani, mert eleve tudta, hogy más is mondja. Na most ez a balettáncos, ez már valamit vizuális adottságokat sejt, tehát hogy belelátott valamit, ami esetleg egy kicsit kitűnő. Esetleg látás, balettes vagyok. Ezt ne feszegessük. Magyar zászló. Mi? Magyar zászló. A sárgában. De most arról van szó, hogy én hülyeséget mondok, vagy hogy őszintén mondjam meg, hogy mire gondoltam. Ja, magyar zászlóra. Erre, magyar zászlóra gondoltam. Utána gondolok, olyan ez nekem, mit mint tűnt, egy... Nem tűnt fel magának valami? A kettő közt? Az alapvető különbség? Színek vannak, hajós úr. Színek! Igen. Hadd kérdezzem, havas úr, hadd kérdezzem meg, ha valaki azt mondja valamiről a magyar zászló eszébe, mi van a magyar zászlóban hát színeken kívül? Minden zászlóban sávok vannak, hát nyilván a színekről jutott eszembe, hogy magyar zászló. Na nem. De ha sárga! Hát rosszul jutott eszembe, de vagy nagyon asszociáltam, de ez jutott eszembe. A magyar zászló... Erről szerintem a Rorschach teszt története során, ami most immáron 160 éves, vagy 140 éves, még embernek nem jutott eszébe. Hol vannak itt sávok? 2 függőleges sárga folt van. Ön ezek szerint az a típus, nem véletlen, hogy a Csernussal ilyen megértették. Én ezt tudom magával, hát abszolút alkalmatlan erre az egészre. Köszönöm szépen, Havas úr, hogy eljött, köszönöm, hogy itt volt. Havas Henrik.